Annyi gyermekük volt, mint a rostalika. Még egyel több. A szegény embernek volt két ökröcskéje, és minden nap elment az erdőbe szántogatni. Egyszer, ahogy szántogat, hall valami sírást. Egy akkora nagy medve verekedett egy ekkora kis nyúlra. Nagyot kacagott a szegény ember, mikor ezt meglátta. Erre megharagudott a medve. Na megállj, te szegény ember, most megözlök téged, es, az ökreidet, es. Megijedett a szegény ember. Jaj, medve, ne egyél meg. Nekem otthon sok-sok gyermekem van, s ha én nem szántom fel a földet, nem lesz búza akkor, s mit esznek a kis gyermekek? Várjál estig. Estig szántogatok, s este gyere ide, s akkor megehetsz engemet, es, az ökröket, es. Mondja a medve, és elment Bé az erdőbe. A szegény ember szántogatott tovább, de olyan bánatos volt, hogy nem est tudta, mit csináljon bánatában. Ahogy ott búsul, arra jön egy róka. Hallod-e te szegény ember? Miért búsulsz olyan erőst? Hogy ne búsulnék, és elmondta, hogy hogy jár. Hát te azért egyet se búcsulj. Mit adsz nekem, ha én neked adok egy jó tanácsot? Van-e valami baromfi a házatoknál? Van, éppen van. A feleségemnek van 9 tyúkja és egy kakasa. Hát hogyha te azt mind nekem adod, akkor én segítek rajtad. Neked adom, este jöhetsz utána. Tudod, szegény ember? Én este felé egy kicsit hamarabb bacska idejövök, s bébújok egy bokorba. Mikor a medve idejő, hogy tégedet megegyen, s az ökrököt, akkor én adom, hogy jó lesz így. Jó. Brum, brum. Na, szegény ember, megjöttem. Megeszlek téged, s az ökreidet. Jól van, egyél meg. Mit teszen úgy, szegény ember? Én nem tudom, biztosan jönnek a vadászok, meg akarnak téged lőni. Ajjajjajjajj, bújtass el valahová, én úgy félek. Itt van egy zsák, bújjál belé. Hamar belebújt a medve, a szegény ember jól bekötötte. És akkor kibújt a bokorból a róka, odament, megtapogatta a zsákot. Mi van ebben a zsákban, te szegény ember? Hát egy szenes tuskó. Nem hiszem én azt el, de az van benne. Hát a szenes tuskó, vágd bele a fejszédet. A szegény ember zsupsz, a fejszakokkal fejbeverte a medvét. Megdöglött az onnyomban. Na te szegény ember, megígérted, hogy adsz nekem 9 tyúkat s egy kakast. Én este elmegyek utána. Hazament a szegény ember, kifogta az ökröket. Bé ment, megvacsorált, lefeküdtek. Egyszer csak kopogtat valaki. Tessék, ki az? Én vagyok a róka. Eljöttem a 9 tyúkért, csak kakasért. Jól van, várjál. Felkelek, felöltözök. Pedig eszeágában se volt, hogy felöltözzön.
Azt mondja a gyermekeinek, ugassatok! Ugassatok! Hát ez mi? Hát lefekvés előtt véletlenül nyitva felejtettük az ajtót, és bejött egy csomó kutya az ágy alá. Most megérezték a szagodat, és ki akarnak rontani. Ajajajajaj, hát fogd meg őköd, szegény ember, hogy tudjak elfutni. Hangosabban ugassatok! Megállj, Róka, én is tanultam tőled valamit, mondta a szegény ember. Aval a falnak fordult, úgy elhaludt, mint a bunda. Még ma is boldogan él a feleségével, azóta meg nem halt.